Sziasztok, ez itt a Mi van a dobozban, és én már nagyon kíváncsian várom, hogy Feri most mivel fog megviccelni engem. Na nézzük! Hát ez valami tejszínszerűség. Csirkeszárny, kukorica. Ez az a szósz, aminek nem tudom kimondani a nevét. Méz. Petrezselyem, hú, mennyi minden. Alma, citrom és édes burgonya. És akkor nézzük is, szülinapi szárnyalás. Ha szülinap, akkor torta. Persze nem, ha rólunk van szó. Úristen, nem engedtem. Engedd, hogy szárnyaljon a fantáziát, de maximum 45 percig. A húsos finomság mellé jól fog esni egy pohár Coca-Cola. Feri. Drága Rita, én ezekből a hozzávalókból barbecue csirkeszárnyakat készítenék édes krumpli chipszel és almás kukorica salátával. Óra indul. Előmelegítem a sütőt, a burgonyát is felrakom. Nem kell túl sok vizet hozzáadni, éppen ellepje. Pácot fogom elkészíteni, ketchup, Worcester sauce és a méz. Szoktam egyébként fokhagymát is belereszelni. Jöhetnek a csirkeszárnyak, szépen egymás mellé helyezzük. És akkor egy pici olajat fogok még rácsolni. És a csirke már megy a sütőbe. 200-220 fokra érdemes betenni az almákat. Megpróbálom olyan kis pici kockákra vágni, mint a kukorica szemek. Megvan a narancs is. A héja fog menni a salátába, a leve pedig a pürébe. Úgy és akkor ugye még egy kis fokhagymát is fogok a salátához adni. 22 percem van még, reményeim szerint nincs veszve ez az étel. A burgonya is megfőtt, és gyakorlatilag ez már önmagában is elég pürés állagú, de mivel kaptam egy kis tejszínt, ezért muszáj beleraknom valamibe, és én ebbe szeretném. Ugye a tejszínnel mindig krémesítünk, sejmesítünk. Picit a narancslevéből is adok hozzá. Gyakorlatilag el is készültem, már csak a tálalás van vissza. Szerintem a barbecue csirkeszárnyak mindig tuti beválnak egy születésnapi zsúron, de azért kíváncsi lennék arra is, hogy ti mit készítenétek el ezekből az alapanyagokból, írjátok meg nyugodtan. Ennek az ételnek a receptjét egyébként itt a videó alatt meg is fogjátok találni, és ha tetszett, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a Coca-Cola Hungary YouTube csatornájára. Sziasztok!